Második esztendeje értesíti a város valamennyi általános és középiskoláját a Pécsi Vízműerté arról, hogy hosszabb szünet után a vízvezetékekben álló vízminősége romlik, így célszerű használat előtt a belső hálózatban felgyülemlett pangóvizet az iskolaidő kezdete előtt kiereszteli. A mi iskolák örül ennek a figyelmeztető levélnek, különösen annak, hogy a Pécsi Vízműerté 2 köbméter víz összegét magára vállalja, tehát ez nem az iskolánkat terheli. Azt az ember tudja, érzi, hogy bizonyos idő után a víz minősége romlik. Ez rendkívül fontos kisiskolás gyerekek esetében, akik első nap esetleg rossz minőségű vizet fogyaszthatnának. A Pécsi Vízműerté szeretné, hogyha gyermekeink minden alkalommal maradéktalanul tudná élvezni azt a szolgáltatást, amit nyújtunk, és mindig a megfelelő minőségű vizet tudnák inni, hiszen ez egy létfontosságú elem mindenki számára, és nagyon fontos, hogy a gyermekeink még inkább előtérbe kerüljenek ebből a szempontból. Pangóvíz esetében minőségi változást a víz élvezeti értéke szenved, vagyis íz- és szagpanaszokat okozhat. Ennek két fő oka, hogy a hosszú állás során a vezeték anyaga némileg beleoldódik az ivóvízbe, valamint a mikróbák elszaporodása során változik meg a vízminőség. Ugyan a rendszerben igen csekély számú baktérium kerülhet be, azonban az ott a csőfalon lerakódott üledékben nagyon jó táptalajra találnak ezek a mikróbák, és elkezdenek szaporodni. Ezt a szaporodást még csak gyorsíthatja az előbb említett fangás, ami a víz hőmérsékletének növekedésével jár. Ez a gyakran 20-25 fokos hőmérséklet meggyorsíthatja ezt a szaporodást. Élvezeti értékcsökkenést jelent, mint említettem, íz- és szagelváltozást. Ezek a mikrobák nem kórokozók. A pangóvíznek semmiféle élettani hatása nincsen, tehát kiválóan alkalmas öntözésre vagy éppen takarításra. Városunk valamennyi iskolájában egyébként, mind a nyári, mind pedig a téli szünidő lejárta után a Pécsi Vízműerté elengedi a 2 köbméternyi leeresztett víztérítését. A jövendő fogyasztók nemzedéke gyermekeinkből kerül ki, úgyhogy ezzel is szeretnénk fogyasztóink bizalmát építeni. A közelmúltban bocsátotta ki a Pécsi Vízműerté új típusú számláit, melyek minden tekintetben korszerűbbnek bizonyultak a réginél. A lakossági visszajelzések száma is azt bizonyítja, hogy az újítás sikert aratott a fogyasztók körében. A számlák mellé belehelyeztünk a borítékba a válaszlevelező lapokat, melyből mintegy 6000 darab érkezett vissza a cégünkhöz. Ez a visszajelzési mennyiség jóval nagyobb annál, mint amire számítottunk, tehát ez is egy olyan jellegű üzenet a fogyasztók részéről, hogy a számla az egy központi kérdés és annak a minősége is. A levelezőlapokat elemezve az eredmény úgy alakult, hogy a fogyasztóinknak a döntő többsége egészen pontosan 95%-a elégedett és pozitívan értékeli az új számlának a megjelenését. Mi a véleménye az új számláról? A magam részéről nagyon meg vagyok elégedve, de a két házban én vagyok a közös képviselő, és több lakó is mondta gyűlésen, beszélgetés során, hogy ők is meg vannak elégedve, mert áttekinthető a befizetés határideje, az elfogyasztott mennyiség, minden rajta van. Egyet kifogásoltam én is, és a lakótársaim is talán, hogy akinek túlfizetése van, azt miért nem akkor rögtön egyenlítették ki. Mi az, amit esetleg kifogásoltak a fogyasztók? Az új számlával kapcsolatban igazából kifogások nem voltak. Amikor az új számlával